Olyan jó ez az új Bring Me The Horizon album, csak szerintem. Teki felhívta rá a figyelmemet, hogy eljött a első alkalom, hogy itt vagyunk az új irodában, és a háttérben ő tényleg dolgozik. Már volt ilyen az elején. Csak most volt egy ilyen 3 hét kimaradás, mindegy. Na jó, úgy terveztem, hogy a novembert ezt nagyon megtolom. És mi van most? 10. Ez most készül a második videó. Cyberpunk is kikerült a képbe, mondom, akkor novemberben egymillió ötletem van, csinálom a videókat, mint az embernek más dolga és munkái is vannak, mint a fókuszcsoport. Üdvözít a fókuszcsoport! Hát nem tudom, hogy kell bekészülni, olyan kurva rég volt. Üdvözít a fókuszcsoport! Még hangosabban kellene az egész napos szekrény tologatás. Most mindenki ezt fogja kérdezni, hogy hol van már a Marci és a Peti vitája. A Petiről most amúgy pont szó lesz a videóban, de ez ettől függetlenül. Hát, majd ilyen. Múltkor elrontottam a hangot egy kicsit, most nem akarom elsietni. Úgyhogy majd ilyen. Reményeim szerint a hétvégi felé, de nem sietek vele, annyira nem érdekel. Addig megcsinálom a videókat. Úgyhogy aki azt várja, az majd nézem vissza pár hét múlva, addigra biztos itt lesz, de talán a megváltást ne várjuk tőle. Ezt ennyit tudok spoilerezni. Viszont ha már Radics Peti, akkor Radics Peti, hát ő pont elméletek visszavonult, mondtam pedig, hogy erről videózom egyet, de hát én átveszem tőle szívesen a stafétást, mert egy érdekes dolgot hozott magával a visszavonulása, és kezdjük is el inkább, kezdjük el! Amúgy a Marci írt nekem, hogy mit csinálják máskor a szara izé stream, mert nem csak nálam volt szar. Van megoldás? Hát ilyen backup szerverre kell streamelni. Ezt írták múltkor, de ezt nem tudtuk mit jelent. Ugye nem volt élőadás pénteken, nem lemaradtatok róla, egyszerűen szar volt a YouTube szerver, legalábbis a fő szerverük. De most pénteken bepótoljuk egy egész napos stream keretein belül, mert nagyon sok videó jött. Az amerikaiak, porondok amúgy, de ez egy kicsit előre ugrattunk a sztoriba. Radics Peti ugye kiírta, hogy végleg felhagy a videólázással, soha többé nem tér vissza, vagy mégse. Meg is nézem, hogy pontosan mit írt ki, mert érdekes, hogy mi történt utána. Én annól elolvastam, hát egy kicsit pihen, kicsit szünetel, ezt ugye a community tabra ki lehet írni, sőt, ez arra van, hogy a videóst kicsit kommunikáljon a közönségével, és akkor kiírta, hogy most egy kicsit szünetel, lehet, hogy pár hétig, lehet, hogy hónapokig, de most egy kicsit visszavonul, ez volt a lényege. Ja, és érdekes, hogy amúgy alapból szerintem a Peti is meglepődött, hogy mennyi hírportál lehozta hírtként, bár szerintem valószínűleg egy lehozta, és akkor utána a többi már úgy érezte, hogy ő is akar ebből egy kis kattintást. Mert amúgy ritkán hozzák le ezeket a dolgokat, hogy mi történik a YouTube világban, de mondjuk nyilván a Peti az egy meghatározó alakja a magyar YouTube-nak. Azért mégsem azt írta ki, hogy visszavonult, hogy várjunk mégis. Hoppá! Az érdekes, hogy mekkora clickbait dolgokat tud gyártani ebből a hagyományos média. És ugye tudjuk, hogy az embereknek a nagy része csak a Facebookon elolvassa a címet, és ennyi. Nagyon kevesen olvassák végig a híreket. Nézzük, hogy melyik média mennyire korrektul számolt be erről a dologról. A 24.hu cím az, hogy 8000 feliratkozóval a YouTube-os Radics Peti befejezi a videózást. Gondolom azért van oda írva, hogy 800 000, hogy lásd, hogy ő... mindenki, aki nem tudja, hogy ki ő, az is érezze, hogy ennek súlya van, de amúgy nem tudom, mit keres a címbe. A befejezi a videózást, az meg nem igaz. Ugye ez egyértelműen egy átverős cím, csak hogy rákattints, hülye gyerek, mint írja nem véglegesen, és aztán berakják, hogy mit írt. Kimásolták a community tabról, és bearaktak neki egy videót ide. Ennyi. Hát hogy mondjam, nem egy Pulitzer díjas cikk, Telex, az talán ez volt egyik legkorrektebb, mert bizonytalan időre visszavonul YouTube-tól Radics Peti. Nem olyan clickbaites, mondjuk Telex az új még. Radics Peti GameStar váratlan időpontban mondott búcsút a YouTube-nak. Na ez érdekes, váratlan időpont, nem tudom miért. Épp most kezdte felfuttatni a második YouTube csatornáját, elmondás alapján viszont így is pihenni megy egy időre Radics Peti. Hoppá, várjál, fókuszcsoport és hatlépes csatornákról ismert Nagy Ádám. Na hát ez tetszik, ez a cikk, már meg vagyok említve. Na Blick! Micsoda meglepetés, a legnagyobb clickbait cím a Blicktől van. Ennyi volt! Felhagy a videózásra az egyik legismertebb magyar youtuber.
Direkt oda se írják, hogy ki, hogy még azért is be kell kattintani, hogy úristen, ne, csak ne a Dancsó! És akkor bekattintasz, és hú, csak a Radics Peti. Itt nem gondolják, hogy így a, rögtön a első sorokkal, mint egy másik cikknél, ugye így helyre teszik, hogy kb. Mi van, hanem bele is kezdik. Abba hagyja a videókészítés Radics Peti, aki közel 8000 feliratkozóval rendelkezik a YouTube videó megosztó platformon. Ok, boomer! Miért nem elég azt mondani, hogy 8000 feliratkozóval rendelkezik, hogyha nagyon akarod, odaírod, hogy YouTube, de kinek kell még odaírni, hogy a YouTube az egy videó megosztó platform? Szomorú hírt tudattal követőivel abba hagyja a videózás. Azért jutott erre a döntésre, mert túl soknak találja 8000 fős követőtáborával való együttműködést. Micsoda? 8000 emberek együttműködni. Én nekem is együtt kell működnöm 80000 emberrel, mindegyiket egyenként utálom, és mégis minden nap bejövök ide a munkába, és együtt kell vele működnöm. Hát a Blicknek ennyire telt. És utána ne aggódjunk, itt egy kurva nagy reklám, meg kölcsönt is felvettünk, meg még cikkeket ajánl, szóval ennyi volt. Aki a Blickből tájékozódik, azt hiheti, hogy Radics Peti tényleg abbahagyta a videózást. Mondjuk, aki a Blickből tájékozódik, az meg is érdemli. Te kik kaptál mesztelen képeket múltkor? Metabro. Radics Peti felhagy a videózással. Megint nem ez történt. Az nem olyan érdekes, hogy Radics Peti egy ideig nem rak ki videót, mert kicsit pihen. Főleg, hogy ilyet azért sok youtuber szokott csinálni, már ő maga is szerintem szünetelt kisebb, rövidebb időre. Tehát erre most nem fognak rákatintani. Úgyhogy azt kell mondani, hogy abba hagyta. És nézzétek, itt a legkisebb betűkkel legalábbis egy időre. Nem is látjátok mi. Még vannak a neten ilyen cikkek, amik érdekes módon úgy látszik, hogy az egyik oldal meglátja a clickbaitben a lehetőséget, akkor rögtön ráugrik a többi. És ez azért érdekes, így összefoglalva, mert ugye az ember hozzászokott, hogy tényleg egy csomószor csak a címeket olvas. Ezért érdekes, hogyha valamilyen hírrel tényleg tisztában van az ember, rögtön feltűnik, hogy milyen szinten próbálnak a címekkel és átverni. És az ember utána hajlamos még kötni az ebet a karóhoz, hogyha mondjuk vitába kerül valakivel, miközben csak ilyen a tudásának egy nagy részét az ember egy csomószor a híreknek a címéből szedi föl. Hát tisztelt a kivételnek nem mindenki, de előfordul. Szóval ne csodálkozzunk, hogyha sokszor beszélünk fasságokat, hogyha csak a címeket olvasunk, mert láthatóan, hogyha tisztában vagy a tényekkel, akkor lehet látni, hogy mennyire nem a tények a lényeg, hanem az, hogy minél jobban el lehessen adni a cikkeket. Nyugodtan olvassuk csak a Indexen is csak a címeket, vagy a Origón is, csak akkor számítsunk rá, hogy nem biztos, hogy a legárnyaltabb képet kapjuk a dolgokról, vagy egyáltalán igaz dolgokat. Menjünk tovább, mert hát most próbálok belejönni, ugye most egy hétig nem videóztam, úgyhogy kicsit berosdásodtam, de majd így helyreáll a rend így a hétvégére, remélem. Számomra mindig érdekes, amikor a mainstream médiába bármilyen YouTube-bal kapcsolatos hír kikerül, ezt mondjuk a VR-nál is már megvizsgálhattuk volna, mert ő is ment egy-két kört a hagyományos médiába, de minden oldal ilyenkor megosztja a cikkjeit a saját Facebook oldalán, és mindig jönnek a kommentek, és ezt mindig érdekes megnézni, hogy mik történnek ilyenkor. Ez az én kis személyes perverzióm, hogy mindig ilyenkor megnézek ilyen kommenteket, és tényleg fincsi dolgok vannak, és higgyétek, amiket gyűjtöttem, az még csak egy nagyon-nagyon kis része, egy kis a jéghegynek a csúcsa, hogy úgymond, azért itt még lehetne szemezgetni, mert több száz komment jött a hírek alá. Most végre kipróbálhatnánk a dupla mikrofont. Nem akarod kipróbálni? Egy. Utálom a pofámat nézni. Én is utálom a pofádat nézni, mégsem tudok elhajtani semmit. Uaj, mi történt? Hát én ezt a részben felvettem. Hagyj haló. Uaj, jó volt, felvettem ezt a részt. És aztán megnéztem a kamerát, és nem volt elindítva a kamera. Mármint, hogy nem az elejétől, hanem gyakorlatilag ez a teki hibája valahol. Mert beraktam, hogy leállítottam, mert tudom, hogy ha változik mindegy a hang, akkor újra kell indítani általában. Beraktam a tekihez a hangot este, és akkor folytattam, de már elfejtettem újra indítani a kamerát. Szóval gyakorlatilag ez amúgy az ő hibája, hogyha onnan... Ilyenkor szoktad megkérdezni tőle, hogy milyen ilyen aggyal élni amúgy? Szóval, hogy? Több mint egy hete nem volt fókuszcsoport, és
Azóta, mióta nem volt, azóta meg már mi is történt? Most mindenki otthon van a suliban. Nincs suli, otthon kell lenni. Az emberek bármilyen szar tartalmat megnéznének, és akkor itt jövök én a képbe. Hol hagytuk abba? De és remélem, hogy nem nekem kell felolvasni ezeket a kommenteket, mert mégis azért Facebook kommentek, Radics Petis videó, hát valaki besegíthetne tényleg. Nézzük! Szörnyű másodjára felvenni egy videót, borzasztó rossz. Annyira ilyen fura érzésem van, és így munkában is azt érzem, hogy ugyanott tartok, ahogy nem is tudom, mi lesz most velem, ha már ő nincs. Addig is megmondtam nélkülem, meg ezután is. Még jó, hogy lenne, jól nézek, úgymond YouTube-eveket. Egyébként el tudom mondani szó szerint, hogy mit mondtál tegnap erre. Mit mondtam, mert nem emlékszem. Hát, hogy most már az lesz az menő, hogy úgy duma, hogy már nem is nézek semmit, mint mondjuk, hogy tévét. Én már nem nézek tévét. Most igen. Már YouTube lesz a követ. Én nem nézek YouTube-ereket. Ne, amúgy mindig ez... Első kérdés, hogy ezt miért volt szerint érdemes megosztani így a világgal, ki lesz ezzel több? Szerintem nem sokan, de rendben, ettől most tekintsünk el. Teki? Ezt tegnap is bemondtam. Te agyhalott vagy? Érdekes, hogy a youtuberek mennyire egy kalap alá vannak véve, tényleg. Látnak egy youtubert, aki nem tetszik nekik, akkor az összes többi olyan, mint hogyha én látnék, nem tudom, egy magyar filmet, és utána azt mondanám, hogy hát én akkor többet nem akarok filmeket nézni. Én nem nagyon nézek filmeket. Youtubernél is tényleg vannak erbencék, és vannak kuczgazáktok is, szóval csak hogy legyen egy pozitív példa is. Bár én személy szerint nem szerettem munkásságát, de mint embernek kívánok neki sok szerencsét és kitartást, hogy mi hamarabb rendbe tudja tenni a dolgait. Örülnél neked is kívánnának ilyet amúgy? Igen. Egyébként kezdem leszarni, miről beszélsz, mert PS5-en Spider-Man streamnek. Az igen. Majd itt fogom neked streamelni. Aj. Ha még, nem tudom, jövő nyárig eljut ide egy PS5. Kicsit elszámolta magát a Sony, de hát a koronavírusra mindent rá lehet fogni. Vannak pozitív kommentek is, vannak emberek, akik normális kommenteket tudnak írni, hihetetlen. Gondoltam, hogy ne csak a negatív példákat hozzam föl, mert ilyen is van. Szóval értékeljük együtt, szívjuk magunkba. Vannak normális kommentelők. Ezt így néha el kell ismételni, mert különben az ember elfelejti. Ha nem maradtál volna, egy bizonyos IQ szint felett ez a hír idézőjelben senkit sem érdekel. Angol szöveg. Édes fasz. De a Radics Peti elég széles közönséget megszólít. Mind korban, mind IQ szintben. Nekem tetszett a legutóbbi videója, az a Ponyva regényes. Tudjátok, mióta Radics Peti visszavonult, egész sok videója van. Ez ilyen hamis érvelés, hogy így tényként van beállítva az, hogy aki ezt nézi, az hülye. És nem az, hogy meginduklom, hogy nekem miért nem tetszik, és mind lehetne javítani, hanem csak egyszerűen azt mondom, hogy akit a Radics Peti és hírek érdekelnek, az valószínűleg biztos egy hülyeség fej, és buta. És akkor ezzel így én így magamat így fölé helyezem ezek fölé, az emberek fölé, és így hát erre így föláll a faszom, hogy így úgy érzem, hogy mégiscsak okosabb vagyok, mert jól megmondtam a komment szekcióban az interneten, mindenki másra izgul föl, hát valaki erre az álintellektusra, az is jó. Ez csak egy mém, ami nagyon tetszik. Gondoltam, ezt is lementem. Nekem az a kockát berakó a kedvencem. Nagyon nyomasztó ez a kép, de nagyon, nagyon tetszik amúgy. Jó, ezt örökre tudnám nézni ezt a képet, annyira furák ezek a fejek. Na! Nem tud érdekelni. Robert meglátta ezt a hírt, és azt gondolta, hogy ez engem annyira nem érdekel, hogy ezt egyszerűen muszáj leszek mindenki tudtára adni, úgyhogy lássatok, hogy mennyire nem érdekel, ezzel fogom tölteni a következő perceimet, hogy keresek egy mémet, ami azt mutatja meg, hogy mennyire nem érdekel, és ezt kirakom, és aztán... és akkor megkapom a lájkjaimat. Ma is hozzátettem az internethez, ha csak egy keveset is, de... ma is gazdagabb lett az én hozzászólásom az internet. Hogyha az interneten mindenki leírná mindenhova, hogyha valami nem érdekli, akkor tegyük fel, követem az indexet, akkor mondjuk minden harmadik hír érdekel csak, vagy minden negyedik, úgyhogy akkor ezek szerint háromhoz mindenképp oda kéne kommentelnem, hogy nem érdekel ez engem, és tovább ezt se érdekel, bekommentelném, ezt se érdekel, bekommentelném, és így mennék a YouTube-on is. Ez a világ legnagyobb ellentmondása számomra, hogy annyira nem érdekel a dolog, ha tényleg annyira nem érdekelne, akkor tovább görgetni az ember, de azért annyira érdekel, hogy oda kommenteljem, hogy nem érdekel,
hogy lássátok, hogy mennyire nem érdekel engem, és akkor ezzel mégiscsak kitűnök a pornép közül, akiket viszont érdekel. Sajnos ez is úgy érzem, hogy ilyen feltűnési viszketegség. Jó? Ha mindenki ott hagyná a munkáját, amikor besokkal, a világon senki sem dolgozna. Mosolygós fej. Munkák, mint a youtuberség, vagy a... Ez nem munka. Ez nem munka, erre még visszatérünk. Tudom, a youtuberek nem művészek, de azért valamennyire videókat gyártani, magadat kirakni az internetre, több százezre keli a pofádat, hát attól be lehet sokkalni, vagy bármilyen, hogyha mondjuk az zongoradarabodat rakod ki nap, mint nap, hát a te is rengetegszer besokkalt a zongorázástól, pedig az még csak munkának se tekinthető, mivel nem keres belőle pénzt. Bár most már lehet szupercsetelni neki a live-okon, ez vadi új, ezen a héten kezdődött, a YouTube megadta neki ezt a lehetőséget. Szóval. Megszánt, ugyanolyan szállalomból, mint ez a munka most, amit csinálom. Az életem egy oda, na mindegy, hagyjuk. Teki élete szomorú, de még mindig nem olyan szomorú, hogy Facebookon kommenteljen. A szeretlek Magyarország alá. Na, csak az lenne. De szerintem, András, nem egy jó világ, amit itt, hát hogy mondjam így, amiről beszél, hogy hát igen, szar, ez így szar, de hát ez így megy. De szerintem az, hogy valaki besokol a munkájától, és aztán pihenni tud egy kicsit, pozitív dolog, nem? Ez lenne, jó lenne, ha ez lenne a normális, nem? Főleg egy ilyen ágban, ahol elvárják az emberek, hogy nem tudom, őszinte legyél, hogy mindig a maxot hoz ki magadból. Ott elvárható, hogy egy kicsit az ember néha elmessen lelki feltöltődésre is. Szóval nincs olyan, hogy valaki mindig 100%-on pörög lelkileg, és még sose, nem tudom, sokajon be, vagy szüneteljen egy kicsit. Persze nem mindenki teheti meg, de attól még számomra még mindig nem az a megoldás, hogy azt mondjuk, hogy hát igen, mindenki szívja fel magát, és csinálja tovább akkor is, ha utálja, mert közben meg rengeteg olyan példa van, hogy az emberek átképzik magukat, vagy az, hogy a munka után otthon még évfélig tanulják, hogy aztán évek múltán egy másik munkát elkezdhessenek, amit aztán azt hiszik, hogy sokkal jobban élveznek, de aztán látni, mi lesz fel. Teki pont ezt csinálta, a szar munkát, hazament, és minden nap nyomatta a 3D-zés, és aztán végül most már ebből él, és most már helyette akkor ezt a munkát utálja. De akkor is ez még mindig becsülendőbb, mint az, hogy hát utálom a munkám, de hát a munkát utálni kell, és akkor ez van. De nem biztos, hogy ez az, amit így alapnak kéne venni, hogy igen, ez a normális, úgyhogy ha te besokalsz a munkától, és megteheted, hogy egy kicsit pihenj, az nem jó. Utáld, és égjél ki belőle. Nap, mint nap. Értem, amit András mond, de szerintem nem egy jó hozzáállás az élethez, hanem egy kicsit ilyen megkeseredett. Biztos nagy terror láthatok, nagy 800.000 követő, de most komolyan, ez indok, videókészítés közben erre gondol. Írja azt, hogy kiégtem, vagy bánt szeretni csinálni, az oké, de ez követ 800.000, akiket fizikailag nem is látok, és traumát okoz. Vicces, hajrá. Takarodjál meg. De egyébként, ha meg nem ezt, ha azt írná, hogy kiégne, nem tudom, akkor abba kötne bele. De most szerintem... Csak a cikkben volt az, hogy 8000 ember követővel abba hagyja a Radics Peti, szerintem ez egy olyan cikknél volt hozzászólás. Szóval még csak szerintem nem is vette a fáradtságot, hogy a cikket elolvassa, csak a cím alapján írta meg ezt az egészet. De amúgy az, hogy 8000 ember követ, az igenis megfekszi az ember gyomrát néha. És mindig érdekes, amikor ilyen ennyire nincs empátia az emberekben. Szóval valószínűleg Levente, bár lehet, hogy nincs igazam, nem tudja, milyen az, amikor az embert 800.000-en követik, szóval miért van az, hogy itt megfejti egy cikknek a címe alapján, itt most diagnosztizálja a Petit, és elmondja, hogy igazából szerinte azt ez mégiscsak hogyan kéne kezelni. Igaz, hogy a Peti 12 éve YouTube-ozik, és valószínűleg jóval több tapasztalata van abban, hogy hogyan lehet kezelni ezt a hírnevet, de Levi azért... Mégiscsak azért most ránézett erre a cikkre, és látta a címét, szóval azért mi lenne, ha inkább ráhallgatnánk, mert ő nem érti, hogy ez hogy lehet, hogy valakit megvisel az, hogy majdnem 1 millió ember követi. Mert őt nem viselné meg, ezért nyilvánvalóan más se kéne. Szóval egyszerűen fogadjunk el, hogy mindenki máshogy működik, és fogadjuk el azt is, hogy bizonyos helyzetekben nem látunk bele. Nem tudunk belelátni abba, hogy milyen lehet, hogy valakit 800.000 ember követ. Elképzeléseink lehetnek, de amikor már ott vagyunk, akkor kiderül, hogy
Basszus, annyi dolog van, amire egyszerűen nem is gondoltunk. Ki az a Radics Peti? Kellene ismerne, mert komolyan kérdem. Azaz, írd le, egy harsanál, vagy mi harsan, egy ilyen megafonba menj ki az utcára és üvölt ez. Na hát ez a kedvenc kommentfajtám, az a, de ki az a Radics Peti? Ez minden hírnek a komment szekciójában rengetegszer feljött. Ez az irónia az egészben, hogy az emberek azt hiszik, hogy ettől eredetiek, hogy ők megkérdezik, hogy na de ki az a Radics Peti? Miközben minden második komment ezt kérdezi, és mindenki ezzel akar egyedi lenni, hogy itt egy híres ember, de én nem ismerem, úgyhogy figyeljetek, én azért nagyon érdekes személyiség lehetek, nem? Mert tök híres, én nem ismerem. Úgyhogy mi lenne, ha inkább rám figyelnétek itt a komment szekcióba, engem nézzetek, engem lájkoljatok, hellóztok, vágyom egy kis szeretetre, vágyom egy kis like-ra, így leírom, de ez nehogy azt higgyetek, hogy csak itt van, bármikor bárkiről van hír indexen, vagy DiCaprioval, vagy Billie Eilish-nál konkrétan láttam is ilyet, hogy megnyerte a Grammy-t, csomó komment, ismernem kéne? Nem kéne, de ilyenkor miért érzi az ember, hogy be kell kommentelni, hogy én nem ismerem? Csak azt a magyarázatot tudom erre így elképzelni, hogy így annyira szomorú az élet, hogy egyszerűen azt a figyelmet, amire szükségem van, csak ilyen módon tudom megszerezni, hogy olyan helyekre megyek, például egy Radics Petiről szóló cikkre, nekem mindenképp be kell írni, hogy én nem ismerem a Radics Petit, bár nyilvánvalóan 800 ezer ember ismeri, de meg kell tudnotok, hogy én nem ismerem. Miért nem azt hittél, hogy kicsi a faszom? Hát pontosan ugyanannyi embert érdekelne amúgy, de lehet, hogy még kicsit többet is. Ez az egyik, másik meg az, hogy ismeri, de ezzel akar kitűnni, hogy hú, de megmondja majd azt, hogy ő... Hát ismerem ezt ki, azt a Radics Peti, de beírom, hogy azt se tudom ki az, és ezzel gyakorlatilag jól megmondtam neki. Csoda, hogy nem törli ezután le a csatornáját. Ez ki? Ez a másik, ami eszembe szokott jutni ilyenkor, hogy őszintén érdekelni, akkor tényleg rá tudna keresni, vagy rákattintani a cikkre, de nem érdekli. Szóval nyilvánvalóan nem érdekli, hogy ez kicsoda, de beírja, hogy ez kicsoda. Az a baj, hogy nehéz belelátni ebbe, hogy ezek az emberek mit gondolnak. Annyira más, hogy van összehúzalozva az agyunk szerintem, hogy nehéz így elmagyarázni egymásnak a dolgokat. Van-e erre egy magyarázat, hogy megyek a Facebookon, és ott egy cikk, ami nem tudom, hogy kiről szól, és na jó, várjál, vissza. Kiről szól? Ez ki? Na, beírom. Jó, megyek tovább. Miért? Amúgy sem volt vicces, erőtetve prosztó jegyerek humor. De ez kell a YouTube-nak, az igazi alkotókat meg ellehetetlenítik. Én kicsit ilyen boomer vibe-os. Bár ez azt mondja, hogy nem volt vicces, erőltetett humor, ez rendben, ez egy kritika, nem tetszik neki. De az, hogy az igazi alkotókkal kicseszik a YouTube, ez, hát van a YouTube-ban is probléma, de ez ilyen annyira ilyen sallangnak tűnik, hogy így. Az, hogy az igazi alkotókkal kicseszik a YouTube, az semmilyen összefüggésben nincs a Radics Petivel, de összefüggésbe hozom, hogy így lehessen még egy kicsit köpködni a Radics Petire, bár... Hogyha valakivel sokszor kicseszik a YouTube-ba, szerintem pont a Peti, mert a szinkron paródiáknál, meg az ilyen jogi dolgokkal elég mostohán bánik a YouTube, hogy úgy mondjam. Csomóan egyszerűen ugyanúgy tudják csinálni, amit akarnak, ezért is jött létre a közösségi finanszírozás. Hát a YouTube sem egy szent, vannak hülye dolgaik, de hát hogyha egy világ egyik legnagyobb internetes cégét akarod úgy csinálni, hogy mindenkinek jó legyen, akkor lesznek néha kompromisszumok, lesznek néha mellényúlások, de még úgy tudom, azért bármit feltölthetsz nagyjából, hogyha nem, nincs benne, nem tudom, pornó, meg gyűlöletkeltés. Nem a miénk a YouTube, szóval nem várhatjuk el, hogy mindenért pénzt adjon nekünk. De igen, tudjuk, hogy van probléma ezzel, de ez egy nagyon ilyen sarkított vélemény szerintem. És összefüggés sincs a kettő között. Radics Peti nem csinál videót, attól még akivel kicseszik a YouTube, ugyanúgy ki fog belcseszni, szóval ebben nincs összefüggés. Dolgozni fog! Na takarodj! Nem érted, hogy a youtuberség nem munka? Bár most nem azt érzem, amikor másodjára veszem fel a videót. De hát csak kedvedért fölcsapom itt az értelmező kézi szótárt. Azt írja, hogy a munka az azt jelenti, hogy nyújtasz egy szolgáltatást vagy terméket, és cserébe pénzt kapsz.
Ezek szerint a YouTube-es. De nincs odaírva, hogy közben gyűlölnek? Nem, nem. Nincs odaírva, hogy utánod kell. Nincs odaírva, hogyha nekem nem tetszik, akkor nem munka. Kár. Ide van írva. Én is ugye mondhatom egy csomó dologra, hogy utálom. Talán a taxisokat fel tudnám hozni, akiket nem feltétlenül kedvelek, meg az egész maffia rendszerüket, de attól még taxis is munka. Mondhatom, hogy én nem kedvelem Erbence munkásságát, de attól még hát dolgozik. Az már más kérdés, hogy nekem tetszik, amit csinál, de azt elvitatni, hogy dolgozik-e, figyelj, hogyha egy influencer, és akkor ne is a magyar influencereket vegyük, Jake Paul, mondjuk nem tetszik a munkássága, de attól még csinál egyfajta tartalmat, és dollármilliókat keres vele. Akkor ez most munka? Munka. És lehet, hogy sokkal kevésbé utálja ezt, mint mondjuk az, aki egy ilyen kommentál, de és még többet is keres vele sokkal. Most a munka értékét mi határozza meg? Azt, hogy mennyi fizetést kapsz érte, vagy az, hogy a társadalmilag mennyire lendíted előre a társadalmat, de általában az emberek legtöbb része az azért dolgozik, mert hogy pénzt kapjon. De csomószor a youtuberek még ezt mellette elég élvezik is, mint szerintem a Peti is, hiszen a hobbiából alakult ki a videózást. Rengeteg évig egy csomó youtuber ingyen csinálja ezt, és aztán egy idő után pénzt kap belőle, és aztán tízezrek, százezrek nézik meg, és akkor a YouTube ad nekik bevételt, jönnek a szponzorok, akik azt mondják, hogy hát én szeretnék tízezrekhez, százezrekhez eljutni, ezért adok neked pénzt cserébe, te meg az évek alatt felépített nézőtáborod elé rakod a termékemet, és akkor mindenki jól jár. Én eljutok tízezrekhez, te kapsz pénzt a munkádért, és méghozzá azt csinálod, amit szeretsz, és akkor ez nekem munkának tűnik amúgy. Lehet húzni a szánkat, de attól még az influencer az Instagram sztorióért úgyis megkapja a százezreket. Csak azért, hogy kirakjad egy Instagram sztorit. Lehet, hogy nem dolgozott vele annyit, mint Tibor. Lehet, hogy Tibor azért a százezrekért rengeteget szopott, és becsülendő, amit dolgozott. Ez hír? Ki a francot érdekel ez? Ettől drágább lesz a kenyér, vagy mi? Klikvadás farcsák! Abban egyetértünk, hogy egy csomó olyan cikk klikvadász volt. Clickbait. Klikvadász. Nem is tudtam, hogy így fordítják, de sokkal kisebb réteget érintő hírek is megjelennek, szóval akár lehetne ez hír is, nem? Ettől drágább lesz a kenyér, vagy mi? Ez tényleg nehéz értelmeznem. Tényleg csak az a hír, amitől drágább lesz a kenyér? Ilyen szinten mozgunk. Ez nem egy boldog élet, nem? Hogy csak azt... Úgy a legolcsóbb a kenyér, hogyha te magadnak csinálod. Jó, hogy is mondod, mert én ma akarok csinálni. Ha már vettem lisztet. Ja. Emlékezz, és már végzek a videó, hogy gyúrjam meg a kenyeret. Ja. És akkor estére lesz meleg kenyerünk. Hoppáré! De amúgy megnyugtatlak, György, valószínűleg hatása van a kenyér árára ez is. Mert annyira összefugg a mai világunk, a pillangó hatás annyira nem tudjuk, hogy mire van a hatása, hogy egy picit hatással van. Lehet, hogy nagyon közvetve, több ezer dolgon keresztül, de valami hatással van rá. Úgyhogy igen, ettől nem biztos, hogy drágább lesz a kenyér, de lehet, hogy olcsóbb. Szünetelteti a tartalomgyártást, idézőjelve. Munkával gyártaná tartalmat, kis csillag, a többi hasonló YouTube majommal együtt, és nem ezzel a szarral. Na. Ő viszont tényleg buszsofőr, mert olyan buszos képe van. Igen. Öreg Zoli, jó megmondta. Már erről beszéltünk, de hogy ahhoz, hogy egy YouTube videó tényleg úgy hasson, hogy az spontán és természetes és laza és király, az lehet, hogy évek befektetett munkája. Évekig alakult ki egy formátum, évekig alakult ki, hogy úgy vágjunk, úgy használjunk zenéket. Nem én, hanem mondjuk aki tényleg időt és energiát fektet a videókba. Például, hogyha valaki azzal keresi a kenyerét, hogy eladja a fürdővizét, és ezért milliómos lesz, hát az is munka. És azt mondom, hogy ő csinálja jól. Ha valaki az minél jobban élvezi a munkáját, miközben másnak nem árt, akkor azt mondom, hogy kurva jól csinálja, és irigy vagyok rá. A YouTube az pont egy olyan dolog, nem olyan, mint a tévé, hogy nehéz bekerülni. A YouTube-on bárki regisztrált, és elkezdhet YouTube tartalmakat csinálni, ha akar, úgyhogy ez tényleg mindenki előtt nyitva áll, hogyha
hogyha csak az a baj vele, hogy szerintem nem is kell dolgozni, és jönnek a millió. De ezt pont beszéltük, hogy összeszedem egyszer, össze kéne szedni ezeket az embereket, ideállítom őket. Mondjuk jó, egy fókuszcsoport tartalmat tényleg bárki le tud gyártani, nyilván. Mondjuk odaadom nekik ezt a kamerát, meg itt ez a gép, azt mondom, hogy itt hagyom őket 24 óráért, csináljanak egy szerintük jó videót. És akkor visszajövök 24 órán belül, hogy... Lájkolhatnának is, mert az is csak ott állsz. És akkor még nem is mondtam, hogy futtassanak fel 8000 feliratkozóig egy csatornát, csak így csináljanak egy normális videót. És akkor már rögtön álljon az ember, hogy basszus, mennyi dolog van, amire figyelni kell. Ez pontosan a Dunning-Kruger effekt, hogy amíg nem tudod mondjuk a videózásban mennyi munka van, vagyis amíg nem értesz hozzá, nem tudod mennyi munka van. De minél jobban belemegyek a videózásba, annál jobban rájövök, hogy mennyi mindent nem tudok. Csomószor egyszerűnek tűnik, ha az ember profikat néz, de az, hogy egyszerűnek tűnik, az több 10 év munkája egy csomószor. Lehet, hogy ha itt a buszos kép, külső személynek, hát csak busz kell vezetni, milyen egyszerű. Egész, hát csak ülsz, és tekered a kormányt. De amikor már odaülnék, rájönnék, hogy ó, basszus, azért csomó dologra kell figyelni, amire nem gondoltam, hogy figyelni kell, és nem is olyan egyszerű ez az egész. Csak ez az empátia valahogy hiányzik az emberekből, és hogyha ők utálják a munkájukat, akkor nehogy már más meg olyanokból keressen pénzt, amit ők amúgy nem is értékelik a másik munkáját, nemhogy még az a másik élvezi is, és ez egy ilyen olyan ellentétet feszít belülről, hogy hát ez igazából nem is munka. Igaz, hogy jobban keres vele, mint én, és valószínűleg jobban is érzi magát közben, de ez nem is munka, és én viszont emiatt, ha már nem élvezem jobban, és ha már nem keresek belőle többet, akkor legalább egy ilyen erkölcsi magaslatra felrakhassam magam, ha más nem. Legalább ennyi. Csak egy kérdés, mert nehogy úgy járjunk, mint a viáros kacoknál. Ezt most úgy kérdezem, hogy el sem olvastam a cikket. Tehát beszéltetek vele, mielőtt cikket írtatok? Mennyire érdemes egy kommentet meginni, úgyhogy még el sem olvastam a cikket, de ő legalább bevallja, mert közben szerintem a kommentelők 80% az ugyanígy tesz, de miért van az, hogy kérdezek valamit, bár el sem olvastam a cikket, és... Mit vár az élettől az ilyen ember? Ez a része, ennek ilyen szekciói lesznek. Elég elkülöníthető szekciói. Donald Trump a következő szekciónk. A talul be is van jelölve, minden igaz. De a témába vág ez a dolog. Donald Trump hát nem nyerte meg a választást, akármennyire tetszik vagy nem tetszik ez a dolog. 58 ezer tweetje van Donald Trumpnak, az ő is ráér, bazdmeg. De hát nem nagyon tudta ezt elfogadni, ezt a vereséget. Már maga ugye Bernie is előre mondta, hogy valószínűleg az ő forgatókönyvvel, és ő azt jósolja, hogy az lesz, hogy ugye hát a demokraták általában levélbe szavaznak, mert ők jobban félnek a vírustól, és Trump meg mindenkit arra buzított, hogy aki republikánus, az menjen el és szavazzon helyszínen. Úgyhogy valószínűleg az lesz, hogy korai eredmények alapján a Trump fog jobban állni, Trump bejelenti, hogy nyert, és aztán ahogy jönnek a levélszavazatok, amik inkább ugye a demokratáknak kedveznek, akkor majd a Trumpot kicsit össze fog omlani, és választási csalást fog hirdetni. Hát nem pont ugyanezt történt, de... És hát rengeteg ment a vádaskodás, hát nem nagyon voltak alátámasztva, ezt általában a Twitter meg is jelölte, hogy oké, hogy ezt Trump írta, de semmi valóság alapja nincsen. De hogyha valakivel ennyien szimpatizálnak és ennyien követik, akkor nyilván bogarat ültet az emberek fejébe, akiknek ugyanúgy nehéz lesz elfogadni, hogy nem a Trump nyert, mert az ő vélemény buborékokon belül csak mindenki a Trumpra szavazott, meg mindenki a Trumpot kedveli, úgyhogy biztos akkor tényleg csalás van, hiába nincs alátámasztva. De hát ugyanez volt, amikor a Trump nyert, hogy mindenki... demokraták, akik a saját vélemény buborékukban voltak, meg itthon is egy csomóan, főleg a lipsik, nem is értették, hogy lehet, de hát úgy lehet, hogy te nem feltétlenül ismered a Trump szavazókat, aki mondjuk ilyen demokrata körökben mozog, és fordítva, úgyhogy ez mindig rácsodálkoznak, de hát a Trump az, ahogy kezeli ezt a vereséget, tényleg ez egy éves a kisfiam, és szerintem ő is nagyobb méltósággal tudná ezt kezelni. Tényleg ez a hiszti, amit lenyom, ez rendkívül kellemetlen.
most mondjam azt, hogy Trumptól meglepő az, hogy egy hisztis óvodás szintjén viselkedik. De hát manapság már mindent megtörténet. Ő vezette a világ egyik legerősebb országát 4 évig, szóval innentől kezdve már nem tudom, mit mondjak. Nem omlott össze, de szerintem ezt ez nem biztos, hogy az ő érdeme. Ez is a témával vág olyan szinten, amiről szól ez a videó, hogy az embereknek nem feltétlenül kell a kontextus vagy bizonyíték, hanem az interneten valaki állít valamit, aki mondjuk szimpatikus, vagy akit kedvelünk, akkor azt feltétlen elhisszük neki. Még akkor is, hogyha valamivel vádaskodik, amit nem tud alátámasztani. Hát ez meg is történt, és itt van 2 cikk, Viktor linkelt egy csoportba, azt megnéztem, hogy milyen árhírre mi a magyarázat, hogy vajon tényleg igaz, vagy nem, és itt fact-checkelve van. De, hogyha ilyen szinten akartok tovább menni... Ezt tegnap is néztem, ez elképesztő, hogy ez tényleg megtörtént. The media said Joe Biden's president. Szóval általában egy-egy média erősen bal vagy jobb oldali támogatottságú. Nyilván a Philippe de Franconak is megvan a maga véleménye, de sokkal objektívabb szokott lenni egy csomószor, mint a legtöbb hagyományos média. Úgyhogy például őneki van 2 videója is erről, amiket ajánlok, amiben sokkal korrektebbül beszámol ezekről az eseményekről, mint egy például Fox News, ami híresen Trump oldali. És akkor arra támaszkodunk. Érdekes, hogy a mai korban nehéz így tényleg kinek higgyünk, de például Philippe de Francot én egy hiteles hírforrásnak tartom, valójában utána néznek, hogyha valamit elrontanak, azt valóban utána elismeri, próbál objektív lenni, bár néha elmondja a véleményét is, de sosem én nagyon egyoldalú az egész, szóval nem tudom, Philippe de Francot nagyon tudom ajánlani, hogyha információra éheztek. Szívesebben megnéznék bármikor egy Philippe de Francot, mint egy híradót. Nyilván ő is bulvárkodik néha, de nekem ő sokkal hitelesebb hírforrás, úgyhogy belinkelem mindkét videóját a témáról. Belinkelem ezeket a cikkeket is. Trump Twitterét megtaláljátok. Ugyanúgy, ahogy megtaláljátok Ové Zoli Twitterét is. Végre. Lehet, hogy ilyen visszatérő rovat kéne, hogy legyen, hogy ebben a hónapban milyen ostobaságot mondott Ové Zoli. Az úgynevezett demokraták éppen most próbálják elcsalni a választásokat oda át. Érdemes követni a YouTube-ot és a híreket. Többek között eszméletlen média ellenszemben dolgoznak a republikánusok. Technikailag nem is választás zajlik jelenleg az Egyesült Államokban, hanem puccs. Páran felhívták a figyelmét arra, hogy ne haragudj, de lehet, hogy ez... ostobaság, és utána még lehet velük vitatkozni, az később fontos lesz, hogy utána nem csak ezt így kírta, és ott hagyta a dolgot, hogy mi lesz belőle, hanem elkezdett vitatkozni is az emberekkel. 10 000 ember követi ezt az embert Twitteren, és 100 000 követik a YouTube-on. Régen is voltak megkérdőjelezheti dolgai, de most ugye volt ez a, még egy hónapja se volt ez a VR-os eset, és akkor is utána magyarázkodott, hát ezt nem is úgy gondoltam, amikor mondott egy böszmeséget, úgyhogy most mondott egy böszmeséget, vajon mi lesz? Ja igen, most is magyarázkodik, hogy ez nem is úgy volt. Azt mondja, végeztem egy kísérletet épp az imént Twitteren, röhögős smiley, kíváncsi voltam, hogy egy nem Trump párti, viszont demokrata kritikus vélemény, nem volt kritikus vélemény, egyszerűen csak szimplán valótlanságokat, baromságokat állított, nem volt vélemény benne nagyon. Milyen reakciókat vált ki? És jött a faszistázás, what the fuck, az idiótázás, tudjátok, az ilyenkor szokásos, vissza lehet nézni lent. Írok egy idiótaságot, aztán az emberek azt mondják, hogy ez idiótaság, és akkor hogy lehet ebből még nyertesen kikerülni, amúgy sehogy. De hát én csak teszteltelek titeket. Szóval még csavarok egyet, hogy megint én legyek föl, és igazából ti lettetek átverve, és ti vagytok a hülyék, amiért egy irónia nélküli, egyértelmű fasságra ott az emberek komolyan vettek, miközben nekem már amúgy nem először csúsznak ki ennek a számon. Nem tudom, hogy lehetnék ezt az embert komolyan venni.
lejjebb egy posztnál ki van fejtve, miért végeztem el ezt a tesztet? Várom továbbra is a Twitter reakcióját. Óvé Zoli kicsit nagyobb falatnak gondolja magát, mint ami, mert szerintem a Twitter le se fossa, hogy miket ír ki. Valami oltári nagy fasságot mondok, ami valószínűleg megtörtént többször is, akkor mindig az lesz a reakció majd, hogy hát csak teszteltelek titeket, hogy észreveszitek-e azt a fasságot. Senkit nem nézek madárnak, csak senkitől nem várom, hogy megértsen. Tényleg, mint az Oviba lennénk. Ja, mindegy, csak gondoltam, ez ilyen kis érdekes kis kitérő lehet ennél a témánál, mert ez is előző héten történt, hogy Óvé Zoli havi fassága megjön. Hogy tényleg, hogyha kiírok egy fasságot, még ha tényleg tesztet is végeztem, akkor ne csodálkozzak, ha utána tényleg hülyének néznek az emberek. Trump párti a Fidesz, szóval a TV2 is, úgyhogy nézzük, hogy jelentette Biden győzelmét be. Több hírforrás szerint is a 77 éves Joe Biden nyerte az amerikai elnökválasztást. A kulcsállamok közül Donald Trump megnyerte Floridát és Ohio-t, és nagyon jól állt sokáig Pennsylvániában is. Trump tehát szinte győztesnek tűnt, de aztán a gyanús levélszavazatokkal folyamatosan feljött Biden. Szóval itt van egy olyan feeling az embernek, hogyha TV2-t néz, hogy elhiszi aztán, hogy ezeket a szavazatokat elcsalták, de annyira nem gyanúsak ezek a levélszavazatok, vagy hogyha nem működne ez a rendszer, akkor Trumpnak is volt 4 éve ezt így helyre tenni, nem? Ezek csak szimplán levélszavazatok, amik egyértelmű volt már az elején, hogy valószínűleg inkább Bidenre jönne. De még kíváncsi leszek, mi lesz a elkövetkező hetekben ott, de ez már elég kellemetlen így is. És hát a TV2 is úgy látszik nehezen fogadja ezt el, de ezzel nem tudom pontosan mi volt a céljuk, de nem tudom a TV2-t miért várok még bármit. Jól tudom, tegnap amúgy a Pesti TV reagált a Radics Peti videójára, de azt szerintem még nincs fent az interneten, pedig azt szívesen megnézném. A Radics Petinek a Orbános videójára, aki találkozik vele az interneten, akkor küldje már be a Discordon. Hát elég sok témánk volt, olyan szinten függtek össze csak, hogy rengetegen csak címeket olvasnak, vagy attól függően, hogy honnan jön a hírforrás, készpénznek veszik azokat a dolgokat. Én is valószínűleg így vagyok. Én sem gondolom, hogy rendesen átnézem a dolgokat, már hogyha mondjuk videót csinálok valamiről, akkor próbálom egy kicsit jobban átlátni. De ugye a hétköznapokban én is rengetegszer csak a címet olvasom el egy-egy hírnél, és ez nem feltétlenül gond mindig, csak az, hogyha már mindig csak ezekre hagyatkozol, akkor nagyon elsiklik majd a világnézeted, és rengetegszer hülyeségeket gondolhatsz, és majd ott jön, amikor ezeket meg is próbálod védeni az interneten. De hát, hogyha tényleg minden kötél szakad, és rengetegszer átvert a média, te meg készpénzként adod tovább, és vitatkozol, és véded az igazad, miközben baromság, egy dolgot tudok ajánlani, hogyha ez megtörténik, azt mondasz, hogy ez csak egy teszt volt. Tényleg. Én ezt fogom mostantól mindig mondani. Hogyha bármikor hülyeséget mondanék, az csak egy teszt volt, srácok, úgyhogy vagy igazam van mindig, vagy teszt volt. Ennyi volt mára a fókuszcsoport. Örülök, hogy visszatértem. Holnap tényleg ismét találkozunk. Pénteken találkozunk egy élőadás kereteiben. Egy egész napos élőadás lesz, hogy ne unatkozzatok suli közben, vagy home office közben, mert amúgy így szombatra nem akartam rakni, mert úgy az van, úgy azért lehet, hogy unalmas, hogy ezt végig kell nézni, de úgy, hogy meló vagy suli mellé rakod be, már lehet, hogy jó, vagy főzés mellé, és mindenki otthon lesz. Megnézzünk egy csomó videót, amit beküldhetek, és remélhetőleg hétvégére meg megvágom azt a vitát, essünk túl rajta, aki csak arra vár, az leiratkozhat a csatornáról, és ennyi. Ja, és pénteken megjelenik az új Jude Law szám végre, valami jó is lesz a hétben. Ez volt már a Fókusz csoport! Fókusz!